Hari Krishna, ma befejezzük a kérdések és válaszok a Krishna tudatról című könyv felolvasását. És vágjunk is bele. A hatodik fejezetet kezdem most el, melynek címe a Krishna hit megjelenési formái a magyar társadalomban. Mindenki itt van. Néhány Krishna hívő utcákon, tereken vagy lakásokat meglátogatva terjeszti a védikus filozófiát ismertető könyveket. A könyvek őisteni kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupád szentírás fordításait és az ezekhez fűzött filozófiai és gyakorlati magyarázatait tartalmazzák. A könyvterjesztés célja, hogy a magyar társadalom minél szélesebb rétegei ismerkedhessenek meg a Krishna tudattal és a védikus kultúrával. A könyveket megkülönböztetés nélkül mindenkinek adományok fejében adják. Nyilvános éneklés. Sri Chaitanya nyilvános utcai felvonulások során terjesztette el a Hare Krishna mantra éneklését Indiában a 16. században. Ezt a hagyományt folytatva Srila Prabhupád is bevezette az énekes felvonulásokat, amely során még a járókelőknek is módjukban áll Isten neveit hallgatni és énekelni, és így ők is feljöthetnek a lelki életben. A szent nevek hallgatása mindenkit megtisztít múltbeli tettei visszahatásától, a közös éneklés által pedig az emberek szívében felébred az Isten iránti szeretet. Krishna neveinek zenés-táncos felvonulás keretében történő éneklését Harinámának, a Mekit általában ülve végzett közös éneklés pedig Bajannak hívják. Nyilvános programok. Krishna templomaiban és központjaiban heti egy délután az érdeklődők részt vehetnek egy védikus hagyományokon alapuló programon. Ennek keretében megismerkedhetnek az indiai meditációs zenével, a Krishna tudat filozófiájának alapjaival, választ kaphatnak kérdéseikre, majd egy zenés-táncos templomi szertartás és egy többfogásos lakoma zárja a programot. Az összejövetelek időpontját a helyi központok határozzák meg. Ezeket a nyílt programokat nem csak az elkötelezett hívők vagy a vallás iránt komolyan érdeklődők látogatják, hanem olyanok is, akik személyes tapasztalataik alapján szeretnének képet alkotni a Krishna hívők életmódjáról. Fesztiválok, ünnepek. A nagyobb Vaisnava ünnepnapokon fesztiválokra kerül sor, ami szintén lehetőséget biztosít másoknak arra, hogy kapcsolatba kerüljenek a Krishna tudattal. Ilyen ünnep például Sri Chaitanya Mahaprabhu megjelenési napja, azaz a Góra Purnima, március elején, közepén, vagy Krishna születésnapja, a Sri Krishna Janmastami augusztus végén. Rendszeresen megrendezésre kerül Jagannath, Sri Krishna a világ mindenség ura tiszteletére a Ratha Yatra, indiai szekérfesztivál, amin több ezer ember szokott részt venni. A hatalmas szekeret éneklő tömeg kíséri végig a városon, délután pedig egy szabadtéri színpadon kulturális programokra kerül sor. Ételosztás. A Krishna tudat nemzetközi szervezetének alapító lelki tanítómestere Srila Prabhupád arra vágyott, hogy a Krishna templomok körül 10 kilométeres körzetben ne legyen éhező ember. Az ételt az életért világméretű ételosztó programunk célja az, hogy segítsen a rászorulókon. Ez az étel azonban nem csak táplál, hanem a fogyasztók lelki fejlődését is segíti, hiszen aki Istennek felajánlott ételt eszik, az fokozatosan megszabadul múltbeli karmikus tettei visszahatásától. Bhaktivedanta hittudományi főiskola. A magyarországi Krishna tudatú hívők közössége felsőoktatási intézménye a Bhaktivedanta hittudományi főiskola, melynek állami akkreditációja 2004-ben megtörtént. A főiskola a hinduizmus világvallása
Vaisnava ágának, az emberiség egyik legősibb filozófiájának és kultúrájának megismertetését, illetve a Vaisnava teológia szakembereinek képzését és továbbképzését tekinti céljának. Információ www.bhf.hu. Oktatás. A főiskola Vaisnava teológus képzés nyújt nappali és levelező tagozaton 2008-tól bolonyai rendszerű 3 éves BA szak keretében. A főiskola felekezeti és világnézeti hovatartozástól függetlenül minden érdeklődő számára nyitott, aki a Vaisnava vallásbölcselet szakirány keretében a Vaisnava filozófia, tudomány és művészet felfogás és hitgyakorlat megismerésére törekszik. A teológia szakirány az MKTHK lelkészeinek képzését biztosítja. A képzés fő területei: első, a Vaisnava szentírások és szanszkrit nyelv, második, a vaisnavizmus tanrendszerének tudományos megismerése, szentírások és filozófia, harmadik, kultúra és társadalomismeret, irodalomtörténelem, politológia, szociológia, pszichológia, kommunikáció, matematika, zene, művészetek, negyedik, szertartástan és hitgyakorlat. A nappali és levelező szakos hallgatók egyaránt fél évenként vizsgák keretében adnak számot az elsajátított ismeretekről. A főiskola 2009-től új, Vaisnava jóga mestereket képző BA szakot indít. A főiskola oktatói az egyház olyan tagjai, akik a tudomány különféle területein egyetemi diplomával és PhD fokozattal rendelkeznek. A tanárok rendszeresen vállalnak ismeretterjesztő előadásokat fővárosi és vidéki közép- és felsőfokú oktatási intézményekben, illetve különböző kulturális rendezvényeken is. A könyvtár biztosítja a főiskola oktatási és tudományos kutatói tevékenységéhez szükséges szakirodalom hozzáférhetőségét, és nyitva áll a nagy közönség előtt is. A könyvtár a Vaisnava szakirodalom európai gyűjtő könyvtára, és további célja, hogy a hinduizmus és a Dél-Ázsiával foglalkozó tanulmányok szakkönyvtárává váljon. Kiadványok. A főiskola jegyzetformájú oktatási segédanyagokat biztosít a kurzusokhoz, tudományos és ismeretterjesztő könyveket, valamint Vaisnava szentírásokat ad ki, a nagy közönségek is bemutatva a hindu Vaisnava filozófiát és kultúrát. A főiskola évente megjelenő tudományos folyóirata a Tatva, szanszkritul igazság, tény, amely a vallás és a tudomány párbeszédének fórumául szolgál. Online formában is olvasható www.tatva.hu. Rendezvények. A főiskola által rendezett konferenciák, kerekasztalbeszélgetések és klubprogramok, tudósok, teológusok és közéleti személyiségek nyilvános eszme cseréjére adnak lehetőséget. Ez szolgálta az évente megrendezett 3 napos nyári egyetemünk, amit 2005-től felváltott az 1 napos létkérdés konferencia, amelyet novemberben a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény sorozat keretében rendezünk meg. E több száz fős hallgatóságot vonzó konferencián a természet és társadalomtudományok neves képviselői és a Magyarországon honos vallások teológusai vitatják meg az igazi létkérdéseket, mint például: van-e természet fölötti, meddig terjed a szabad akarat, együttlét, a kapcsolatok természetrajza. A konferencia témája 2008-ban: meghalunk valóban? Információ www.létkérdés.hu. Ezek szerint ez egy 2009-ben kiadott könyv. Krishna völgy. India, indiai kulturális központ és biofarm. Srila Prabhupád egyik célkitűzése az volt, hogy a Krishna tudatú hívők az egyszerű élet emelkedett gondolkodás elvét megvalósítva minden napi munkájuk végzése mellett intenzíven gyakorolják a lelki életet és rendszeresen énekeljék a Hare Krishna mantrát. Ebben mutatnak közösségi példát a Krishna hívők Somogyvámoson, ahol egy 150 hektáros területen felépült és folyamatosan fejlődik Krishna völgy, az indiai kulturális központ és biofarm. Itt tiszta életvitel mellett
Természetes körülmények között gazdálkodva mutatják be a látogatóknak a védikus kultúra jellegzetességeit. A templomépület. A Közép-Európában is egyedülálló Krisna templomot 1996. szeptemberében szentelték fel. Az 1500 négyzetméter alapterületű épület stílusa sajátosan ötvözi a hazai és a hindu hagyományokat. A falak a magyar vidéken jól bevált vályokból készültek, míg a téli kert, a kerengő, a díszítés, a domborművek és a freskók az indiai kultúrát idézik. Ebben a központi épületben található a gazdagon díszített szentély, ahol a tradicionális templomi szertartások folynak. A falagot márványoltáron megtekinthetők Krisna és örök társa, Srimati Rádaráni gyönyörű formái. Élet Krisna völgyben. Jelenleg mintegy 150 hívő él Krisna völgyben, többségük családos, ám vannak közöttük szerzetesek is. Életükben Isten szolgálata áll a középpontban, minden tevékenységet az ő örömére végeznek. A közösség tagjai már korán reggel a templomban találkoznak, hogy a templomi imádat, meditáció, a szentírásokban való elmélyülés és a szent nevek éneklése által dicsőítsék az Urat. A reggeli lelki program után mindenki saját munkájához lát. Vannak, akik a földeken dolgoznak, vagy az állatokat látják el. Mások a művészeti stúdióban, a pékségben, a konyhán vagy a méhészetben végzik munkájukat. Néhányan irodai munkát végeznek, mások pedig a Krisna völgybe ellátogató vendégeket fogadják. A Vaisnava kalendárium jeles ünnepei alkalmával a mindennapokat egyházi fesztiválok teszik színesebbé. Biogazdálkodás és tehénvédelem. A Somogyi birtokon 1993 ősze óta folyik a biogazdálkodás. Sokféle termény, zöldség, gyümölcs és fűszer termesztését vegyszermentes eljárással végzik a farm lakói. Az önellátásra törekvő biofarm egyik alapvető célja, hogy a közösséget elegendő, vegetáriánus élelmiszerrel lássa el. A tehénvédelem a Krisna hívők vallásos kötelessége. A védikus szentírások szerint anyáinként kell tisztelnünk őket, mivel éltető tejet kapunk tőlük. Krisna völgyben a kézzel fejt tehenek elegendő tejet adnak a közösség ellátására, az ökrök pedig kocsikat húznak, és a szántásban vetésben segítenek. Az állatok sohasem kerülhetnek vágóhídra, mert a tehénülés a védikus szentírások szerint nagyon súlyos bűn. Oktatás. A védikus rendszerű általános iskola 1996 őszén indult el. Az iskola a nemzeti alaptanterv által előírt tárgyak tanítása mellett erkölcsi és filozófiai oktatásban is részesíti a gyerekeket, valamint egyéni érdeklődésüknek megfelelően zenére, nyelvekre, művészetekre és praktikus ismeretekre is oktatja őket. Turizmus. Ma már Krisna völgyet évente több mint 20 ezer látogató keresi fel, köztük családok, általános és középiskolai osztályok, klubok, egyesületek és külföldi turisták. Az idegen vezetők bemutatják a vendégeknek a farm látványosságait, majd a templom épületében megnézhetnek egy tradicionális templomi szertartást, és az érdeklődéstől függően megismerkedhetnek az indiai kultúra különböző aspektusaival. A Kulturális Központ és Biofarm egyházi és civil kezdeményezésű konferenciáknak, nyári táboroknak, egyéb rendezvényeknek is helyt ad. A legismertebb kulturális programok a nyaranta megrendezett intellektuális fórumok, valamint a júliusi Krisna völgyi búcsú. A központi épületben kapott helyet egy indiai ajándéküzlet, ahol ajándéktárgyak mellett az indiai vallás és kulturális tradícióval foglalkozó könyvek kaphatók. A szintén az épületben található vegetáriánus étterem kínálata az egyszerű fogásoktól a változatosan fűszerezett indiai étel különlegességekig terjed. A természeti szépségekben gazdag környezetben fekvő 16 férőhelyes, 3-4 ágyas szobákból álló vendégház világnézeti hovatartozástól függetlenül sok kikapcsolódásra vágyónak nyújt felüdülést. Ökovölgy. Az éghajlatváltozás problémájára napjainkra globális méreteket öltött. Az éghajlatváltozás problémája napjainkra globális méreteket öltött. Felismerve a felelősségvállalás fontosságát a társadalmi szintű problémák megoldásában, elindítottuk az Öko Völgy programot.
A program egy falu méretű kísérlet, amelyben 150 önkéntes és közel 50 különböző intézmény vesz részt, saját kutatásaikkal, tapasztalataikkal, élményeikkel járulnak hozzá a programhoz, és bemutatják, milyen eredményeket lehet elérni, ha a környezet tudatossága a mindennapi gyakorlatban is jelen van egy közösség életében. A projekt a falu közösség mindennapjain keresztül mutat alternatívát nem csak a környezeti, hanem az égető nemzeti szintű társadalmi és gazdasági problémák kezelésére is. A környezetvédelem, a szemléletformálás és a vízkészlet védelme mellett célul tűztük ki a preventív egészségügy alkalmazását, a falu teljes lakosságának foglalkoztatását, a bűnmegelőzést, valamint a szenvedélybetegségek és a depresszió kezelését is. A védikus írások által javasolt lelki folyamat örömteli eredménye könnyen megtapasztalható azok számára, akik néhány gyakorlati tanács követésével a lelki fejlődés ösvényére lépnek. A táplálkozás jógája. A bhakti jóga, az odaadási jógája folyamatát összegezve az Úr azt mondja: Ó Kunti fia, ajánld fel nekem mindazt, amit cselekszel, eszel, felajánlasz vagy elajándékozol, valamennyi vezekléseddel együtt. Bhagavad Gita 9.27. Ezért az étel felajánlása Krisnának szervesen hozzátartozik a bhakti jóga rendszeréhez. Az Úr azt is leírja, milyen felajánlásokat fogad el. Ha valaki szeretettel és odaadással áldoz nekem egy levelet, egy virágot, egy gyümölcsöt vagy egy kevés vizet, én elfogadom azt. Bhagavad Gita 9.26. Krisna egyértelműen nem említi a felsorolásban a húst, a halat és a tojást, így hát a bakták nem ajánlanak fel neki ilyen ételeket. A bakták szeretetből csak a legtisztább, legjobb minőségű ételeket ajánlják fel Krisnának, és ezek semmiképpen nem tartalmazzák levágott állatok húsát, vagy a tyúk esetleges embrióját, a tojást. A Krisna tudatos bakta azért ajánl fel ételt Krisnának, hogy iránta érzett szeretetét kifejezhesse. Még az egyszerű emberi kapcsolatokban is tapasztalhatunk olyat, hogy ha valaki ebédet készít, szeretete jeléül. Ilyenkor nem csak az étel az, amit az illető elfogad, hanem a szeretetet és az odaadást, amellyel az ételt készítették. Éppen így, amikor Krisnának ajánlunk fel ételt, annak az a célja, hogy segítsen bennünket Krisna iránti szeretetünk és odaadásunk kifejlesztésében. Természetesen nagyon nehéz szeretni valakit, akit még sohasem láttunk. A védikus Isten felfogás azonban mentes a bizonytalanságtól. A védikus írások a világon egyedülálló módon nagy részletességgel írják le Isten személyes jellemvonásait. Más nagy vallások írásaiban csak röviden említik meg Istent, mint a legfelsőbb atyát, de meglepően kevés információt adnak személyéről. Jézus magáról úgy beszélt, mint Isten fia. Mohamed Isten profétája volt. De kicsoda maga Isten? Csak közvetve jelenik meg, mint egy hang az égből, egy égő bokor, stb. Ha belátjuk, hogy Isten teremtett bennünket, akkor észszerűen nem tagadhatjuk, hogy ő maga is rendelkezik egy személyes, minden jellemző tulajdonságával. Ő maga is rendelkezik egy személy minden jellemző tulajdonságával. Sajátos formával és megjelenéssel, a különböző érzékek és szervek minden energiájával és képességével. Logikátlan az feltételeznünk, hogy Isten teremtményei bármilyen módon felülmúlhatják teremtőjüket. Ha Isten nem rendelkezne sajátos formával és személyiséggel, mint ahogyan mi, akkor ebben a tekintetben magasabb szinten állnánk, mint ő. Ahogyan mi személyek vagyunk, Isten szintén egy személy, a legfelsőbb személy, egy végtelen képességekkel rendelkező lelki formában, de mégis személy. Úgy mondják, Isten saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. A nyugati világ művészei általában erős testű, szakállas, idős embernek képzelték el és festették meg Istent. India védikus írásai azonban közvetlen információkat adnak Isten megjelenéséről és személyéről, melyekről sehol máshol nem találunk leírást. Isten örökké fiatal és olyan csodálatos lelki tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek még a felszabadult lelkek szívét és elméjét is vonzák. Ő a legkiválóbb művész és a legkiválóbb zenész. Csodálatosan beszél, kinyilvánítva határtalan intelligenciáját, humorát és lemondását.
Ezen felül egyedülálló transzcendentális kedvteléseket mutat be örök társaival. Vége, hossza nincs a védákban található leírásoknak, melyek az Istenség legfelsőbb személyiségének vonzó tulajdonságait írják le. Ezért nevezik Istent Krisnának, mindenkit vonzónak. Ha megértjük Isten személyes létét, sokkal könnyebben tudunk meditálni rajta, különösen amikor ételt ajánlunk fel neki. Mivel Krisna a leghatalmasabb és tökéletesen lelki, minden, ami kapcsolatba kerül vele, szintén tökéletesen tiszta és lelki lesz. Még a fizikai természet világában is vannak dolgok, amelyek képesek megtisztítani a különféle anyagokat. A nap például erős sugaraival képes friss, tiszta vizet desztillálni a beszennyezett tóból. Ha egy anyagi objektum, a nap erre képes, akkor elképzelhetjük az Istenség legfelsőbb személyiségének tisztító erejét, aki könnyedén tud teremteni millió és millió napot. A lelki étel. Határtalan energiájával Krisna valóban képes az anyagit lelkivé változtatni. Ha egy vasrudat a tűzbe tartunk, a vasrud hamarosan izzani kezd, és magán viseli a tűz minden lényeges jellemvonását. Ugyanígy a Krisnának felajánlott anyagi lényegű étel is lelkivé válik. Az ilyen ételt nevezik prasádamnak, amely szanszkrit szó és azt jelenti Isten kegye. A prasádam evése a bhakti jógában alapvető gyakorlat. A jóga más fajtáiban az embertől elvárják, hogy mesterségesen korlátozza az érzékeit, de a bhakti jóga megengedi az embereknek, hogy érzékeit különféle kellemes tevékenységekben használja, a nyelvét például arra, hogy az Úr Krisnának felajánlott csodálatos ételeket megízlelje. Az ilyen cselekedetek által az érzékek fokozatosan lelkivé válnak, és automatikusan vonzódni kezdenek a lelki élvezetekhez, amelyek felülmúlnak minden anyagi tapasztalatot. A védikus írások sok leírást tartalmaznak a prasádamról és annak hatásáról. Az Úr Csétanya, az Istenség legfelsőbb személyiségének inkarnációja, a következőket mondta a prasádamról. Mindenki megízlelte már ezeket az alapanyagokat régebben. Mégis ezekben az ételekben különleges ízeket és illatokat érezhetünk. Már az illata önmagában, az ízéről nem is beszélve, kielégíti az elmét és minden más édes ízt elfeledtet az emberrel. Ezért meg kell értenünk, hogy ezeket az ételeket Krisna ajkainak nektárja érintette meg, és változtatta minden tulajdonságukat lelkivé. A vegetáriánus táplálkozás végső tökéletessége az, ha már nem eszünk más, mint Krisnának felajánlott ételt. Rengeteg vegetáriánus állat van, a galamb, a majom, stb., így hát vegetáriánussá válni önmagában még nem nagy dolog. A védák arról tájékoztatnak bennünket, hogy az emberi élet célja feleleveníteni a lélek eredeti kapcsolatát Istennel. Hogyan főzünk és hogyan ajánljuk fel az ételt? Tudatosságunk a vegetáriánizmus célját illetően ott kezdődik, amikor vásárolni indulunk, hogy kiválasszuk azokat az élelmiszereket, amelyeket fel fogunk ajánlani Krisnának. Minden étel osztályozható az anyagi természet három kötőereje, jóság, szenvedély és tudatlanság alapján, mondja Krisna a Bhagavad Gita-ban. A tejtermékek, a gabona, a cukor, a zöldségek, a gyümölcsök, a magvak mind a jóság kötőreiben vannak, és felajánlhatjuk őket Krisnának. Általános szabály, hogy a szenvedély és a tudatlanság kötőrében lévő ételeket nem lehet felajánlani Krisnának, aki azt mondja a Bhagavad Gita-ban, 17.9, hogy az ilyen ételek fájdalmat, aggodalmat és betegségeket okoznak, bűzösek, rothadók és tisztátlanok. Könnyű megérteni, hogy a hús, a hal és a tojás az anyagi természet legalacsonyabb rendű minőségébe tartozik. A fokhagyma, a hagyma és a gomba szintén ehhez az alsó rendű minőséghez sorolható. Ezeket az ételeket nem szabad Krisnának felajánlani. Gyűjthetünk vagy vásárolhatunk gyógynövényeket, és ezzel helyettesíthetjük a teát és a kávét. Vásárlás közben tisztában kell lennünk azzal, hogy néha húst, halat, tojást találunk más élelmiszerekbe keverve, ezért figyelmesen tanulmányozunk el az összetételt, és megkérdezhetjük az eladót vagy akár a gyártót is, ha valami kétségünk támad. Néhány joghurt és tejföl fajta például zselatin tartalmaz, amelyet leölt állatok szarvából, patájából, csontjaiból készítenek.
meg kell győződnünk továbbá arról is, hogy a vásárolt sajt nem tartalmaz-e állati oltót, mert az egy olyan enzim, melyet a borjú gyomrának szövetéből állítanak elő. A legelőnyösebb, ha olyan ételeket eszünk, amelyet Krisna baktái készítettek. A természet finom fizikai törvényei alapján a szakács tudata hatással van az ételre. Nem csak fizikai, de finom fizikai értelemben is, így az étel közvetíti ezt a finom fizikai hatást a tudatunkra. Hogy egy példát is említsünk erre, egy festmény nem csupán ecsetvonások halmaza a vászon, hanem kifejezi a festő elmeállapotát is, és a festményt néző személy ebben a szellemi tartalomban is elmélyed. Hasonlóan, ha olyan ételt teszünk, amelyet olyan ember főzött, akinek nincs lelki tudata, akkor biztos, hogy jókora adag anyagi szennyeződésben részesülünk. Amennyire lehetséges, csak friss, természetes élelmiszereket használjunk. Főzés közben a tisztaság a legfontosabb alapelv, hiszen a tisztaság fél lelki élet. Semmi tisztátalan dolog nem ajánlható fel Krisnának, ezért a konyhát nagyon tisztán kell tartanunk. Mindig alaposan mossunk kezet főzés előtt. Miközben főzünk, semmit se kóstoljunk meg. Ez része a meditációnak, nem egyszerűen magunknak főzünk, hanem Krisna örömére, s neki kell először megkóstolnia és élveznie az ételt. Ha kipróbáld, biztos recepteket követünk, biztos, hogy nem követünk el hibát. Amikor az étel kész, felajánlhatjuk Krisnának. Jó, ha van egy olyan tálcánk és olyan kis tányérjaink, amelyeket csak arra használunk, hogy ételt ajánljunk fel benne Krisnának. A legjobb az, ha új, senki által nem használt tányérokat használunk. Amikor az étel kész, Krisna tányérjára tesszünk egy szokásos adagot. A felajánlás legegyszerűbb formája, ha csak így imádkozunk, kedves Krisna, kérlek, fogadd el ezt az ételt. Az igazi cél kimutatni szeretetünket és hálánkat az Úr iránt, maga az étel, amit felajánlunk, csak másodlagos. Enélkül az odaadó érzés nélkül a felajánlásunkat Krisna nem fogadja el. Isten teljes önmagában, neki semmire nincs szüksége. A felajánlás számunkra egyszerűen azt jelenti, hogy kimutatjuk szeretetünket és hálánkat iránta. A felajánlás követően énekeljük néhány percig a Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare mantrát. Ezután a praszádamot, amely azt jelenti Isten kegye, felszolgálhatjuk. Minden étel, amit készítettünk, most már praszádam, de az a praszádam, amelyik Krisna tányérján van, a legkülönlegesebb, ezért ezt Mahá praszádamnak nevezik. Mindenkinek adunk el ebből egy keveset saját praszádamja mellett, hogy megízlelhesse a Mahá praszádamot is. Próbáljuk meg értékelni a praszádam lelki tulajdonságait, és emlékezzünk arra, hogy megszabadít bennünket a karma hatásától. Mindenek fölött azonban élvezzük a praszádamot. Ha még hitelesebbé akarjuk tenni a felajánlást, kövessük azt a folyamatot, amelyet a Hare Krishna mozgalom alapozott meg azok számára, akik otthonukban kívánják gyakorolni a Krishna tudatot. Ehhez készítenünk kell egy oltárt, amely három képből, egy Sri Krishnát és egy Sri Chaitanyát és egy Srila Prabhupádát, azaz az ISKCON alapító lelki tanítómesterét ábrázoló képből áll. A másik különbség a fentebb említett felajánlás és a hivatalosabb felajánlás között az elmondott imákban van, melyekkel az ételt felajánljuk. A hivatalosabb felajánlásban három szanszkrit imát kell elmondani az ajánlás végzőnek, miközben leborul az oltár előtt, ahová a felajánló tálat helyezte. Miután elmondtuk az imákat, hagyjuk a tálat 10-15 percig az oltáron, hogy az Úr elfogyaszthassa az ételt. Ez alatt a bakták kirtant, közös éneklést mutathatnak be. A három mantra a következő. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Butale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Ez a mantra magyarul. Tiszteleteljes hódolatomat ajánlom Őisteni kegyelme Aci Bhaktivedanta Swami Prabhupádának, aki nagyon kedves az Úr Krisnának, és az ő lótuszvirág lábainál keresett meredéket. Tiszteleteljes hódolatomat ajánlom neked, ó lelki tanítomester, Sarasvati Goswami tanítványa. Az Úr Chaitanya Dév üzenetét prédikálod, és felszabadítod a nyugati világ impersonalizmussal és nihilista filozófiával telített országait.
Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradaya Te Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gore Tvishya Namah. Felajánlom tiszteleteljes hódolatomat a legfelsőbb úrnak, Sri Krishna Chaitanyának, aki minden más avatárnál nagylelkűbb, még Krishnánál is, mert ingyen adja nekünk azt, amit eddig még soha senki, a Krishna iránti tiszta szeretetet. Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanna Hitaya Cha Jagadi Ditaya Krishnaya Govindaya Namo Nama. Hadd ajánljam tiszteleteljes hódolatomat az Úr Krisnának, aki minden brámana imádott ura, aki a tehenek és a brámanák jó akarója, és aki örökké az egész világ javát akarja. Hogyan énekeljük a Hare Krishna Maha mantrát? A Hare Krishna Maha mantra éneklésének nincsenek nehéz és szigorú szabályai. A mantra meditációban az a legcsodálatosabb, hogy az ember bármikor és bárhol végezheti, otthon, munkahelyen, autót vezetve, buszon vagy metrón utazva. A Maha mantra éneklésének két alapvető típusa van. A személyes meditációt, amikor a japa lánc segítségével mantrázunk, japának nevezzük. Amikor másokkal együtt, felváltva énekeljük a Maha mantrát, azt kirtannak hívjuk. A kirtant általában hangszerekkel és tapssal kísérik. A meditáció mindkét formája egyaránt ajánlott és áldásos. A meditáció első típusának végzéséhez csak a felfűzött japa golyókra, a japa láncra van szükség. Ha a japa láncot akarunk készíteni, a következő egyszerű útmutatást kell követnünk. Első. Szerezzünk be 109 darab nagy, kb. 1-2 cm átmérőjű fából készült gyöngyöt, melyekben lyuk van, hogy fel tudjuk fűzni őket. Szükség van egy 3-5 méter hosszú zsinegre is. Második lépés. Kössünk csomót a zsinegre, kb. 15 cm-re az egyik végétől, és fűzzük fel a gyöngyöket egyenként úgy, hogy közéjük egyszerű vagy kettős csomót kötünk, attól függően, milyen vastag a zsinegünk. Harmadik lépés. Ha 108 gyöngyöt felfűztük, az utolsó gyöngyön fűzzük keresztül egy irányba a zsineg két végét. Négy. Negyedik lépés. Ezt az utolsó gyöngyöt Krishna gyöngynek nevezik, és ha lehet, ez nagyobb legyen a többinél. Miután a zsineg két végét átfűztük, ezen a gyöngyön kössünk csomót. A maradék zsineget leválva elkészült a japa láncunk. A japa láncon történő meditáláskor tartsuk a Krishna gyöngy melletti gyöngyöt jobb kezünk hüvelyk és középső ujja között, és mondjuk el a teljes Maha mantrát. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Folytassuk ezt mind a 108 gyöngyön keresztül, a Krishna gyöngy körül. Ezen a gyöngyön ne haladjunk át, és ne dzsappázzuk ott, hanem az utolsó gyöngynél forduljunk vissza az ellenkező irányba, és így dzsappázzunk tovább. A dzsappa láncon történő mantrázás különösen hasznos, mert lefoglalja a tapintóérzéket a meditáció folyamatában, és még jobban segít, hogy a mantrázásra koncentrálhassunk. Aki számon akarja tartani, hány kört dzsappázott, ha például fogadalmat tett bizonyos számú kör dzsapázására, az fűzön egy kisebb gyöngyökből álló egyenes láncot, annyi gyöngyel, ahány kör dzsapázik egy nap. A számoló gyöngyök fonalán nem kell csomókat kötnünk minden gyöngy között, csak a zsinek két végén, hogy a gyöngyök ne csúszanak le. Amint egy kört befejeztünk, húzzunk egy gyöngyöt a fonal végére. Dzsapázni lehet otthon, vagy az otthonunkon kívül bárhol. Olyan hangosan, vagy épp halkan dzsapázhatunk, ahogy nekünk tetszik, de nagyon fontos, hogy a mantrát tisztán ejtsük ki, és elég hangosan ahhoz, hogy hallható legyen. Az elme hajlamos arra, hogy más dolgokra gondoljon dzsapázás közben, hiszen csapongó és ingatag, és mindig talál valamit, amire gondolni lehet. Próbáljunk meg mindig a Hare Krishna Maha mantrára koncentrálni, és arra, hogy a mantra minden szavát jól halljuk. Csapázni bármilyen időpontban lehet, de a védikus írások megjegyzik, hogy a nap bizonyos órái kedvezőbbek a lelki cselekedetek végzésére. A kora reggeli órák a leghasznosabbak a lelki fejlődés érdekében. Sokan azt is nagyon hasznosnak tartják, ha minden nap ugyanabban az időpontban félrevonulnak egy meghatározott időre csapázni. A csapázást egy-két körrel ajánlatos kezdeni, majd fokozatosan emeljük addig a napi körök számát, míg el nem érjük a 16 kört.
Ez az ajánlott mennyiség annak, aki komolyan szeretne dzsapázni, és Krisna baktája akar lenni. A dzsapa személyes, a kirtan pedig együttes meditáció. A kirtant végezhetjük otthon családunk, barátaink körében, mások otthonában vagy épp az erdőben. A kirtant egy ember vezeti, egyedül énekelve a Hare Krishna mantrát, a többiek pedig válaszolnak, együtt énekelve a mantrát úgy, ahogyan a vezető énekelte. Így újra és újra folyamatosan ismételve a Mahá mantrát, a kirtan egyre növekvő lelki boldogságot nyújt a résztvevők számára. Kirtan közben azon kívül, hogy figyelnünk kell arra, amit mi magunk éneklünk, az is nagy áldás, hogy a többiek mantrázását hallgatjuk. A mantrát bármilyen dallammal lehet énekelni, szép, ha a hangszerekkel is kísérjük, de ez nem szükséges. Kirtanhoz hagyományos indiai hangszereket használunk, mridangát, dobot, és karatalát, kis cintányért. Ha ezeket nem tudjuk beszerezni, bármivel helyettesíthetjük, amit otthon találunk. Bármilyen dobozt használhatunk dobként, ha a dobhoz hasonló hangja van, és bármilyen fémtárgy helyettesítheti a karatalát. Más hangszerek, zongora, orgona, fuvola, gitár, stb. Is használhatóak, és a taps kíséret is nagyon szép lehet. A gyerekek is velünk énekelhetnek, és így ők is lehetőséget kapnak a lelki fejlődésre. Nagyon jó, ha naponta, vagy amilyen gyakran csak tudunk, összegyűlünk kirtanozni. A Hare Krishna éneklésekor egyre nagyobb és nagyobb ízt tapasztalunk. Ha teszünk egy próbát, és megpróbáljuk egyre csak azt ismételgetni, hogy Pepsi Cola, még ha csupán néhány percig tesszük is, akkor is gyakorlatilag elviselhetetlenné válik. Nincsen benne semmi élvezet, és nem elégít ki bennünket. Krisna neve azonban transzcendentális, és amint valaki énekelni kezdi, mind többet és többet akar majd mantrázni. A dzsapázás tökéletesítése. Bármilyen körülmények között énekelje az ember a Mahá mantrát, nagy lelki áldásban lesz része. Azok a nagy szentek és bölcsek azonban, akik hiteles források, a mantrázást illetően bizonyos gyakorlati dolgokat ajánlanak a dzsapázóknak, amelyek erősítik a dzsapázást és gyorsabb eredményhez juttatják az embert. Minél többet dzsapázik valaki, annál inkább képes lesz arra, hogy az alább felsorolt elveket kövesse, mert amint valaki mantrázik, lelki erőre tesz szert és kifejlődik benne egy magasabb rendű élvezet iránti íz. Ha valaki egyszer megízleli a dzsapázásból származó lelki gyönyört, annak, feladva minden rossz szokást, amelyek addig akadályt okoztak, a lelki fejlődés sokkal könnyebb lesz. Első. Azoknak, akik komolyan és őszintén akarnak fejlődni a lelki életben, ajánlatos követniük az alábbi szabályokat. Tilos a hús, hal, tojás fogyasztása. Tilos az alkohol fogyasztás és a kábítószerek használata, beleértve a koffeines kávét és teát, valamint a cigarettát is. Tilos a szerencsejáték, tilos a házasságon kívüli szexuális élet, és házasságon belül is csak gyermeknemzés céljából engedélyezett. Az említett négy szabályt követve az ember nagyon gyors fejlődést érhet el a lelki életben. Ha nem követjük ezeket a szabályokat, a fejlődés nagyon nehéz lesz, mert ez szabályok nélkül az anyagi dolgokhoz való ragaszkodásunk csak növekszik. A Hare Krishna Mahá mantra azonban olyan erőteljes, hogy bárki, bármilyen körülmények között elkezdheti énekelni, és ez segíteni fogja abban, hogy fejlődést érhessen el. Második. Rendszeresen olvasnunk kell a védikus írásokat, különösen a Bhagavad Gita-t és a Srimad Bhagavatamot. Ha valaki pusztán hall Krisnáról, csodálatos tetteiről és transzcendentális kedvteléseiről, szíve megtisztulhat az anyagi világgal való társulás okozta szennyeződésektől. Rendszeresen hallva Krisnáról és a lelki világról, ahol Krisna örök kedvteléseit élvezi baktáival, az ember tökéletesen megértheti a lélek természetét, az igazi lelki cselekedeteket, valamint a teljes folyamatot, mellyel elérhetjük, hogy megszabadulunk az anyagi világ szennyező hatásától. Harmadik. Annak érdekében, hogy még teljesebb védelmet élvezhessünk az anyagi szennyeződésekkel szemben, csak olyan vegetáriánus ételt szabad fogyasztanunk, amely a legfelsőbb úrnak, Krisnának felajánlva már lelkivé vált. Ha valaki elpusztít egy élőlényt, akár növényt is, annak visszahatása van. Karma. Ám Krisna azt mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy ha valaki felajánl neki bármilyen vegetáriánus ételt,
ő megsemmisíti az abból származó visszahatásokat. Lásd az étel felajánlásról szóló részt. 4. Az embernek fel kell ajánlani a munkája eredményét a legfelsőbb úrnak, Sri Krisnának. Ha valaki saját elégedettségért és élvezetért dolgozik, el kell szenvednie a tetteiből származó visszahatásokat. De ha valaki Krisnáért dolgozik, az ő elégedettségért, akkor annak nincsen visszahatása. Az olyan munka, amelyet az Úr szolgálatában végzünk, nem csupán mentes a karmától, visszahatástól, hanem felébreszti Krisna iránti szunnyadó szeretetünket is. Az ember dolgozhat saját foglalkozásának megfelelően, de van néhány olyan munka, amely nem ajánlott. El kell kerülnünk azokat a munkákat, amelyekkel közvetve vagy közvetlenül megszegnénk a fentebb említett 4 szabályt. 5. Aki komolyan énekli a Hare Krishna Maha Mantrát, annak a legjobb, ha a hasonló gondolkodású emberek társaságát keresi. Ez nagy lelki erőt ad. Mindenhol megfigyelhetjük, hogy az ember átveszi azoknak a tulajdonságait, akikkel barátkozik. Ha valaki például orvos vagy ügyvéd szeretne lenni, orvosokkal és ügyvédekkel kell kapcsolatot kialakítania. Nagyon figyelmesen kerüljük el azoknak a társaságát, akik akadályozzák a lelki életet, például akik materialisták vagy nem érdeklődnek a lelki dolgok iránt. Azoknak a társága azonban, akik a Maha Mantra éneklésével és a 4 szabály követésével igyekeznek fejlődést elérni a lelki életben, a legjobb és leghasznosabb társulás, annak érdekében, hogy gyorsan haladhassunk a haza Istenhez vezető úton. Végére értünk a könyvnek, van még benne szanszkrit szójegyzék, illetőleg néhány rövid könyvbemutató. Bhagavad Gita, a Srimad Bhagavatam, Krishna könyv, illetőleg ilyen promóciós anyagok. Ezeket már nem fogom felolvasni. Esetleg még annyit, hogy legyen 1%-kal jobb a világ, tehát ha szeretnétek, akkor az adótok 1%-át a 0389 technikai számmal tudjátok Krisna völgynek, vagy a Krisna Tudatú Egyháznak felajánlani. Még nem tudom, melyik könyvvel folytatjuk a felolvasásokat, de hamarosan érkezek valamivel. Köszönöm, hogy meghallgattál, remélem kaptál választ a kérdéseidre. A további kérdésekre is szívesen válaszolok, akár itt a videó alatt, kommentben, vagy Messengeren, vagy WhatsAppon. Messengeren Juhász Tamás Miklós néven, WhatsAppon pedig a +36 30 351 76 01-es telefonszámon. Ne hívjatok! Légy szíves. Azt nem tudom fogadni a hívást, mert általában valamit csinálok, de minden üzenetre válaszolok. Messengeren pedig Juhász Tamás Miklós, ebből egy van, Juhász Tamásból meg 2000, úgyhogy ha Juhász Tamás Miklós beütitek, akkor engem találtok meg. Na, köszönöm, hogy meghallgattál. Om Tat Szat, Hare Krishna, Hari Hari Bol.